Hát srácok, megnézzük a most március 3-án megjelent Epic által ingyen adott Centipede Recharged-ot, ami egy klasszikus arcade gépekre megjelent játék volt, ami később megjelent Spectrumon, meg ilyen Commodoreon, meg ilyen régebbi gépeken, még a 81-es években. Az Atari első játékai között volt ez a game, és most újra kiadták, egy-két dolgot változtattak rajta, de most már elérhető PC-n. És ezt követte majd a Black Widow is, az is újra lett így dolgozva, azt is meg fogjuk majd nézni. Mit kell itt tudni? Ugye meglátjátok. Ott vagyunk a kis százlábunkkal, mert hogy ott vannak a kis százlábuk, akiket nekünk írtani kell onnan alulról. Vannak power-upok, több mint 10 power-up, lehet kóba is nyomatni, akkor van lehetőség például újraéledni. Ezek a pályák nagyjából 3 percesek, és ha jól tudom, 30 biztosan van. Legalábbis a challenge módban. Vannak achievementek is, valószínűleg ez egyébként újítás, mert hogy nem hiszem, hogy 81-be lettek volna achievementek a játékhoz. Úgyhogy... Hát... kéne lőni. Valahogy kéne lőni, de jelenleg nem lő a... ezt hogy csináltam? Megvan. Tehát spamelni kell az X-et. Nem? Elég, hogyha nyomva tartom. Explosive bullets. Na hát ez például egy power up. Rapid fire. Menü zene menő? Mondja? Spread előlövés. 2340 pontnál járunk. Burst. Spread előlövés. Hát gondolom a lényeg, hogy ne találjanak el. Burst. 6000 pontnál járunk. Emlékszem, mikor az ASCII karakterekkel volt megoldva a grafika. Még Windows 3.1-en játszottam. Hoppácska. Jó, egy jó kis rapid fire. Ez a rapid fire, ez jó cucc. Bullet trail. Jaj, nagyon közel vannak. Nem tudom, mi volt ez a szellem, de valami volt. Mit jelent az, hogy Xbox-o? Megjelentem szembe. Túl sok itt a gemba, srácok. Ezzel lehet valamit csinálni? Vajon? Vagy jó kis burst lövés. Ez már kellett. Te Xboxon játszol? Hát ha megnézed a leírást és ott megnézed az eszközeimet, nem látsz Xboxot, úgyhogy ez eléggé arról árulkodik, hogy nincsen Xboxom. Gombákat kell vajon írtani ahhoz, hogy legyenek ilyen power-up-ok? Bár ahogy láttam, a szörnyekből is jön power-up. 20 000 pontnál járunk. Jaj, hát már nagyon sok itt a rovar.
Szerintem lassan halni fogunk. Igen. Na, hát 20.000 pontot elértünk. Egy ránnal. Nem is figyeltem, hogy kaptunk-e például achievementet. De végre most már elsőre megvan a lövés. Nekem nem jött be a 3.1? Na basszus, hát ez... Ahhoz képest elsőre nagyon jók voltunk, azzal a 20.000 ponttal. Én arra emlékszem a 3.1-ből, hogy floppy-ről lehetett telepíteni. De... ez nincs meg. Én... Windows 2000 az, ami így aktívan él az emlékeimben. Meg az NT. Nasz. Side attack. Nem tudom, például ezek a power up-ok itt lejárnak-e, mert akkor nem veszem fel. Ne! Azt hittem, hogy az ott meghalt. Basszus. Na jó, még párat, mit szóltak? Ebben a játékban ennyi van. Ettől... hát elmehetünk, még megnézhetjük a challenge-et mondjuk. Az teljesen jogos. Spread előlövés. Van spread előlövés, illetve van burst is. Túl sok lesz a gomba itt a végén. Nem rossz játék? Hát valakinek ez már kevés. Mi történt, hogy ilyen sokat lőttem egyszerre vajon? Egy jó kis mirror. Na. Legalább egy mirror. És én 20.000-ig mentem? Az jó lesz. Ez mi? BFG volt? Wow! Na jó. Egy utolsó, ilyen utána megnézzük a challenge-eket, jó? Nézzük, meg tudjuk elvenni azt a pókot. Ja, tényleg a pókból jön a fejlesztés. Hoppácska! Robbanós töltény. Az mi lehet? Azt még nem láttam. Ó, lassított ellenségek. De zsír!
Osztarat! Támadni akar. Mennyi gomba. Oké, és ott egy power up. Hát kár, hogy ez a BFG volt. Most sok vagyunk egyébként, nagyon jók vagyunk. Csak túl sok a gomba. Huszon 4000 pont, srácok, csak mondom. Uha, kéne egy pók. Harmincezer pont. Uhaj. Szemétje! Régen, amikor az ember megvette Atari-ra Magyarországon méreg drágán a kazettát, és ennyi volt összesen benne a játékokban, és éjszakán átjátszottunk vele. Hát igen. Hát igen. Bárcsak a Mario-val lett volna egy gomba. Barátok közül nem jön be senki. A világon pedig én vagyok a 23. Jánter 23. Hoppácska. Tök jó, hogy van ilyen ranglista bennem. Challenge, na nézzük. Achievement. Oda nézzetek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 achievementünk már van, biztosan. Igen, 5 achievementünk már van. 180 szekig kell élni. 8000 pókot kell megölni. 4000 skorpió. 1000... 100 lábú. Egy lövéssel 50 bombát kell detonálni. Na nézzük azt a challenge-et. Ja, itt vannak a pályák. Itt van, hogy hogyan oldottuk fel. 5000 pont elérése, 45 gomba elpusztítása, 40 enemy megölése bombával. Hogy a többit hogy lehet állokkolni, azt nem tudom. Na, hadd szóljon egy piramis. Itt a pókunk. A BFG-vel nem mentünk sokra. Gyere, pókica. Mit mindenkinek, srácok? Szép estét! Sziasztok, sziasztok! Wow! Bullet Trail. Jóféle. Burstet kaptunk. Mindjárt meg lesz az 5000 pont egyébként. Zsír! Meg is van, srácok. World 53. vagyok. Ezt az azt jelenti, hogy még gyorsabban is meg lehet csinálni. Rap Challenge. Értem.
A lényeg, hogy itt sok, sok gombát pusztítsunk el. Na? Word hanyadik vagyok? 26, a 21 másodpercen. Jó. Bombával ellenségölés. És ezt hogy kell csinálni? Ja, ez átváltoztatja... értem. Átváltoztatja bombára. Értem. Azt hiszem kezdem kapizsgálni. Wow. Ez király. Még három enemit meg kell ölni. Az a gond, hogy a pók lesz most a segítségem. És miért ilyen power up-ot adott a pók? Hát ebbe biztos nem leszünk jók. World 76, tehát igen, ez elég gyászos lett. Na mi van még itt? Indirect approach. 20 skorpiót kell megölni. Ez nem tűnik nehéznek. Valószínűleg csak a túloldalon jelennek meg skorpiók. Valószínűleg az lesz a trükk. Zsír! Na? Mi van? Ezt nem akarja mutatni? Nem akarja mutatni, hogy hanyadik vagyok a skorpióssal. De fura. Itt nem szabad poison gombát elpusztítani. Tehát a zöldet. És úgy kell elérni 3500 pontot. Erősen mobil játék feelinges? Hát, ez jócskán megerőzte a mobil játékokat. Ez játéktermi game. Na végre. Értelmes power up. Időlassítás. Király, ez a challenge. Mert nem tudom, miért szellemet kapunk. A szellemet az föl se kéne vennem, mert ez csak megszivat. Na végre. Mit hozott nekünk a pókica? Ez a gond lehet, mert ez megöleti a... Jó. Próbáltam figyelni, hogy tönkre ne tegyem.
Hát ez se tölti be. Mondjuk valószínűleg a 2 percen már nem lennék túl jó. Az a Dalius Luska, Luxa, az 8 másodperccel, wow. Ha ezeket a gyorsan hulló alkat kell likvidálni. Nagyon jó. 2 is kapta. 3, 6, 6-nál járunk már. Ezt se tudod képzelni, hogy az 8 szek alatt mit nyomhatod? Ó, basszus. Lassítás, ultra csalás. Hiszen, aha. Hát ez nehéz. Amíg ezt az orbitálisat kapjuk meg, addig jó. Ezt nem is vettem észre, hogy itt jön elemi. Kíváncsi vagyok, itt az ügyesek mennyi idő alatt csinálták meg. Na nézzük! World Record 1.27-1.39. Oda néz! Harmadik lettem! Szia, Baki! Tök jó! Ilyen póki inváziót még én akarok nyomni. 120 szekig kell túlélni. Jaj. What? 120. Mi a helyzet, Baki? Királynak tűnik. Itt mi lehet valójában a... Ja, itt a pont. Itt valószínűleg a pont lesz a... A határ.
Köszi, köszi, Yoda. 15. lettem. Ja, hát többet kellett volna adni. Na, egy utolsó. 50 pókot kell megválni. Az nehéznek tűnik. Nem tetszik, hogy csak egy upgrade jön. Na, és fel is vettem mindkettőt. Tizenháromnál járunk. Nem, Franco, na a zsírbák, én ezt örömmel hallom. Ott fel fognak torlódni a power-up-ok. Egy 27. 26. lettem csak. Na! Hát srácok! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 achievementet elértünk. És megnéztük, hogy milyen ez a 100 lábú újra töltve. Jó, mi? Klasszikus, klasszikus játéktermi játék, most újra PC-n, az Atari-tól. Menőséges. Menőséges, srácok. Mi van velem? Hát szerencsére jövök ki a betegségből. Még nem 100%-os, néha a köhögcsélek, meg fújjam az orrom, de azt már szerencsére egyre kevesebbet. Úgyhogy sokkal jobban. Szerencsére csak az előző hét volt rossz ebből a szempontból. Na, jól sejtett, hogy meg fogja nyitni a böngészőt. Black Widow Recharged. Ez hasonlít nagyban érzetre, látszatra a Centipede Recharge-ra, vagy hogy hívják, 100 lábú újra töltve. Az a különbség, hogy még a 100 lábúsnál ki kellett lőnöd a rovarokat alulról, úgy mozogva, addig itt a Black Widow-ba te vagy egy pókica és lövöd a rátámadó rovarokat. Ennek is van challenge módja, de az alap koncepció az, hogy minél több szörnyet ölj meg, minél több pontod legyen, és ezt is lehet kóba játszani. Ránézése annyiban más az előző játékhoz képest, hogy ez lila. Így első blikre. És ezt adták ki a remaster után, tehát a 100 lábú remaster után. Tehát ez az újabb játék. Na nézzük, hogy kell ezt csinálni. Kicsit zavaró az egér. Na nézzük. Ó, itt még ilyen kontroll az is van. Hát ez modernebbnek tűnik. Gyűjteni kell a Dellát. És van egy szuper képességünk.
néha megjelenik egy háló, amin nem lehet átmenni. Ezt a remasterrel hozták be. R2-vel tudnék rátámadni az enemire. Hát, hogy ez mi volt? Gőzöm sincs. Azt, amilyen pókháló vetőn van. Mi a fene ez a nagy zöldség? Azt nem szabad fölvenni ezek szerint? Oh. Vajon lesz a Space Invaders? Jó kérdés. Nem tetszik ez a szúnyog hang. Milyen jó fejek amúgy ezek a szúnyogok, hogy dollár dobálnak. Amúgy ezt lehet tartogatni kellett volna. Abból ilyen undorító rovar nőtt ki, ami robbant egyet. Ne, megcsípett a szúnyog. Na, meddig jutottunk? Hát... az első körünk az mindig jó. Bárcsak... láthattam volna olyan embereket, akik ezzel nyomják a játékgépeken. Odafosott. Na végre egy power up. Most nagyon megy. Konkrétan very big. Ez nem egy olyan játék, aminél nyugodtan olvasgathatom a chatet. Az a nagy helyzet. Burst attack. Hozhatnátok valami upgrade-et, haló? Most már elkezdtek lövöldözni is az enemik? Kedves. Ezek a fehér hálók... jó, hogy vannak, de... még jobb lennének, hogyha nem lennének. Még jobb lenne, hogyha nem lenne. Jaj, de jó, hát ez rám ragadt, és ez hogy lehet leszedni? Leesett. Ó, le kell vinni a hálóról, nice. Hát ez egyre intenzebb, srácok. Strat. Explosív attack. Ha megmaradnának a power up-ok, tiszta Vampire Survivor lenne. Ja. Na, megyünk még. Ki emlékszik az előző játékból, hány kört mentem? Aztán nézzük a challenge-eket. Oma, igen, ugye? Ezek a hálók, amik megakasztanak, idegesítő. Legalább már tudjuk, hogy a rovar, ami rám ragad, azzal mit tudok csinálni. Volt, amikor elveszítettél? Nem is csodálom.
Ja, mert az egy power-up-os légy, azért volt ilyen hangja. Mennyi Della. Félek. Tehát sejkbe szúrtak. Beszúrtak. Na még egy utolsó. Ezzel a hangtól meg kell vakarnom a kezem. Hála Istennek, hogy nincsenek szúnyogok, amióta elköltöztünk és elraktuk a szúnyoghálót. De kell koncentrálni. Ez micsoda? Ja, hogy fear. Ne. Ja, hát kiszorítanak a pályáról, itt könnyű. Ilyen pirosak még sose voltunk eddig. Hú. 5900. Na, hát ez jó. A világrekord. Ott van, 34. Hát ez jó szar. 1, 2, 3... 4, 5 achievement. 5 achievementet sikerült elérni. 2000 bogár megölés. Társ felszedése coop módba. Éljünk 180 szekig. Na nézzük a challenge-eket. Jaj, és rám robbant. Ja, a seggbe támadott a szúnyog. Persze, itt megjönnek a power-up-ok. Ez kemény challenge lesz, én úgy gondolom. 20 robbanós... szörnyet kell megölni.
Ez az idős lassítás, jó cucc. Jaj, de jó hangja volt. Azt a rohadt. Mit szólok egyébként a Siege-be a közelgő ír 7-es frissítéshez? Van... van róla VOD YouTube-on, ahol ezt kibeszéljük, átbeszéljük, mind a szezon 1-es, illetve az erre az évre vonatkozó frissítéseket. Nagyon örülök például az új pályának. Végre, végre új pálya a játékban. 3 vagy lassan 4 év után. Persze ilyenkor nem jön senki. 13. Időlassító jöhet, nem? Mondom, időlassító jöhet, nem? Ó, el se hiszem. El se hiszem. Na, hogy állunk? 1-22, a világ pedig 110. Ez jobban bejön az embereknek? Nem gondoltam volna. Na, van egy olyanunk is, hogy a moszkítókat kell ölni. 35 moszkító, akik jelenleg most éppen félnek. És neki mentem, pedig milyen jót, milyen jó kör volt. Tizenkettő. Meg is lett, wow. Na nézzük csak. 0-25, a világ pedig 109. Jaj, nem akarjuk újra csinálni. És én ezt akarom. 1700 pontot kell elérnünk. Ebben vajon mi a nehéz? Eltűnt a hang. Wow. Na. Oda nézzetek. 0-26-41 alatt sikerült. Azaz. Harmadik, World harmadik vagyok. Nem akarom újra csinálni, haló? Mehetünk tovább. 45 hornetet kell megölni. Az micsoda? Az mit tud? Ja, ez az a robbanós, aha. Jaj, és ő is robbant. Nagyon akarnak. Azt a rohadt, de agresszívek voltak ott bal oldalt. Jó lesz nekem, hogy ilyen robbanókat lövök vajon?
Hova tűnt a robbanós hang, meg hogy hol az ellenség? Ajaj! Rá sem merek nézni. Jó, még kell 10. Úristen, meg lett, el se hiszem, ez nagyon kemény volt. 47-70. Hát akkor nem vagyunk benne a top 5-ben. Hetvenötszekig kell túlélni. Ez egy sokkal keményebb játék, mint a százlábús. Hát ezt az emberek jobban szerették. Bár egyébként az látszik a ranglistán is, hogy ezzel az emberek több ember játszik ezzel. Több ember játszott ezzel. Fele már megvan. Ajaj, fejlesztés, gyorsan fel kéne venni. Hogy kiesett a dollár? Mentünk a pontokra, 2100. Hát ők jobban csinálták, 3900, ők sokkal merészebbek voltak. Ez most már valami új pálya? Nem, ez az előző. 35 gránátos rovarat kell megölni. Hát sokkal intenzívebb, így van. Nekem jobban is tetszik egyébként. Bár a százlábú se volt egyébként rossz. Rapid fire! Annyi kéne, hogy elszórjanak egy petét. Azért jól lelőttem. Szórjad a petédet! Ja, még meg is öleltem magam. Tehát, pete szórás. Hát ezt nem oda akartuk nyomni. Jézusom! Ó, hogy ezzel a pókháló lövővel még a petéket is szét tudjuk szedni. Az játék izgalmasabb, mint hittem? Pedig mennyire egyszerű, nem? Jaj, nem már! Mindig elfelejtem, hogy az akkorát robbant. Gyere vissza! Add ide a lassítást! Köszi! De meg a Dellát! Jött az abban majdnem belefutottunk megint. Mint egy igazi noob. Ó,
Ne már! Hát sajnos az idő lassított, azt felvettem. Hát robbanós már megvan. Nagyon komoly srácok, nagyon kell koncentrálni, meg se bírok szólalni. Tetszik, hogy változnak egyébként a színek. És mit történt? Enjoy PS Time, köszi szépen a raidet, üdv mindenkinek, srácok. Hogy ezek egy idő után maguktól is felrobbannak. Ott is van! Hát meg visszagondolva az estére, amikor nem találtad a füledbe az mögő szúnyogok, ezzel hosszút állatot. Ott egy Twitch tévés. 2.29. Hát lassúak voltunk, nem vagyok benne a top 10-ben. Na várjunk. Miért van 2.75 másod... Ja! 75 másodperc, ez túlélés, itt meg 60 volt. Nézzük meg! Nézzük meg! Így mindenkinek, srácok közben. Sziasztok, sziasztok! De kalácskát hallanám. És így szokta nyomni. Az a robbanás közel volt. Ez a lassítás, ez nagy csalás. És oda láncreakció volt ott a robbanásokat illetően. Ne, hát azt nem vettem észre. Ja, ezek egyébként is magukkal robbannak. Húha! Most valami nagyon durva.
53 szek. Nem tudom, ezzel szerintem nem lehet sokáig nyomni. Iszonyatos mód kell koncentrálni. Word második, srácok. 35 hornet. Jó. Tudom, azt mondtam utolsó, de... Nehéz leállni, igaz? És ismeritek ezt. Jó játékokra nehéz azt mondani, hogy nem. Hát ezek nem tetszenek. Mik ezek az upgrade-ek? De jó. Ha kellene az első, hát azt nem fogjuk megcsinálni. Hopp! Ez túl egyszerű volt ez a challenge. Na még egyet! 57-36. Hát itt se vagyok benne a top 1-ben. Ja, nem ezt akartuk. Még egy challenge. Na, nem ölhetünk hornetet, viszont tojást ölnünk kell. Hát ott a hornet, nem ölhetjük meg. Tojást meg kell ölnünk. Azt a rohadt... Ez tényleg az utolsó challenge lesz. Nem akartam lőni, basszus. Egy kellett volna. Ne, úristen, de nehéz. Az előbb majdnem megvolt. Meglett! Sztorod! De jó ez a challenge. Nehéz. Nyolcadik lettünk. Valaki gyorsabban megcsinálta. Hú. Jó, nem. Nem ennyi elég volt. Mondom, nem ennyi elég volt. Vit. Na, hogy állunk a zacsi mentekel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zacsi ment. És még annyi kéne, hogy 2000 bogarat megöljünk meg, hogy 180 szekig éljünk túl, utána már csak coop challenge-ek lennének. Wow. Na, srácok. Mit szóltak? Ilyen ez a Black Widow Recharged.
cucc. Ez sokkal jobban tetszett, mint a százlábú. Ez sokkal jobban adta. Sokkal intenzebb. Nagyon kell figyelni. Egyszerű. Ez is egyszerű. Már ezt nem lehet nyilván hosszú távon nyomni. Amúgy arra jó a játék, még letölt az ember 100 GB játékot. Hát én ezt nem tudnám egyébként sokáig nyomni. Az ennyire intenz játékokat, főleg a Twin Stick shootereket, ez gyakorlatilag Twin Stick shooter, egyikkel irányítom a karaktert, a másikkal pedig lövök megfelelő irányba. Illetve van még egy szuper képességünk. Hát hogy mondjam nektek. Ezekkel szerintem nem lehet sokat játszani. Az ilyen intenz gémekkel. Legalábbis én nem tudnék. Ez király volt. Ez király volt, skacok. Nem tudom, hogy viszonyultak ehhez, amikor a retro játékokat próbáltuk azon a menő platformon keresztül. Hát azt is nagyon élveztem. Én ezekkel el tudok lenni, és még nem abba a korosztályba tartozom, aki azt mondja erre, hogy úristen, mi ez a fos? Úgyhogy hát érdemes egy esélyt adni ezeknek. Legalább megnézni azt, hogy milyen játékok voltak régebben, 40 évvel ezelőtt. Ebben még belegondolni is durva. 40 éves játékokat nézhetünk meg, hogy milyenek. Jó, tudom, remasterelve, de akkor is. A lehetőség adott. Nem kell semmit sem mókolni. Fogod, azt leszeded az Epic-en. Csá. Ezen kívül egyébként az Epic adott még nekünk a Dauntless-hez ilyen különleges pakkot, ha valakit az még érdekel. És már is mutattam, hogy mi lesz a következő Epic ingyenes játék. Azt mondja, következő heti Epic ingyenes játék. Ugye itt van ez az Epic Slayer kit, ami ad 3 napnyi VIP-ságot, meg egy kevéske currency-t, ez gyakorlatilag 3500 forint értékű ilyen currency pak. Március 10 és 17 között begyűjthető játék nem lesz más, mint a Cities Skylines, ami egy nagyon király városépítő szimulációs játék. Bezony! Egy jó kis Cities Skylines. Hát amikor én ezt megvettem, kipróbáltam, olyan nehezen engedett, mint az Oni, az Oxygen Not Included. Ezekbe el lehet veszni. Várostervezés és fejlesztés, ez sosem egyszerű, főleg nem az úthálózatok menedzselése. Jesszus. Ebbe végtelen időt lehet pakolni, és Epic-en ezek a DLC-k érhetők egyébként el. Én szerintem még egyik DLC-t sem néztem, és ha tippelnem kéne, DLC-ket nem is fogunk a játékhoz kapni, csak magát az alap gémet. De látjátok, hogy itt is ugyanúgy, ahogy Steamen, itt is elérhetők a DLC-k. Úgyhogy ez lesz a következő heti móka. Meg fogjuk nézni ezt is, mert rég játszottam vele, és legalább jól belemélyedhetünk.